Üdv prepperek! Ebben a videóban egy rönkhozvágást szeretnék nektek megmutatni. Ugye sokan lehettek úgy, akik a kertükbe kivágtatok egy régi diófát, egy régi gesztenyefát, és bizony sajnáltátok azt tűzifának felhasználni, viszont nem volt asztalos ismerősötök, aki elvitte volna. Végül is aztán mégis a tűzre ment. Azt kell mondanom, hogy nem is olyan bonyolult, és nem kellenek hozzá különböző ipari gépek ahhoz, hogy te hossz irányba elvágd egy egyszerű láncfűrésszel a fát. Na, ezt fogom nektek bemutatni. De még mielőtt bemutatnám, beszéljünk egy kicsit a láncfűrészről, egész pontosan a láncról. Mert hogy a láncfűrész, hogy milyen láncfűrész használsz, az szinte teljesen mindegy, ugyanis ha azt a technikát használod, amit én fogok bemutatni nektek, ahhoz egy gyengébb láncfűrész is elég. Ugye ez 2 amperórás az akkumulátorja, tehát nem egy túl erős gépről van szó, de inkább a lánc a lényeg. Bár ezen a gyári lánc van, tehát még azt sem mondhatom, hogy még a lánccal is speciálisan arra készülök, hogy hossz irányba vágjak. Mert ugyanis a hossz irányú vágó láncoknál minden második szem az, ami meg van hagyva. Ugye itt így vannak a szemek, tehát ebbe a távolságba, de egy hossz irányú láncnál pont a terhelés könnyítése miatt minden második láncszem van, és annak a leélezése sokkal merőlegesebb a lánc mozgási irányával. Úgyhogy ez most hagyományos lánc, de nem is kajakra egy az egybe fogjuk keresztbe vágni a fát, hanem pontosan azzal a technikával, hogy egy ilyen 45 fokossal és csak a láncfűrésznek a hegyével. Na de vágjunk is bele, szó szerint. Legelőször is rakunk 2 faanyagot, amire az egész gerendát föl fogjuk ültetni. Ez ugyanis nagyon fontos ahhoz, hogy ne vágjunk bele a földbe. Mert a föld, ha földbe vágunk, akkor kiszedi az élét a fűrészünknek, tehát ez fontos, hogy eltartsuk a talajtól, ugyanis ugye középső szakaszán egész közel kell majd beengedni a láncot. Szükségünk lesz 2 szögre, egy kicsi zsinórra, illetve egy jelölő krétára, hasznos, ha fehér, de lehet más színű is. Miután bekészítettük a rönkünket, föl kell jelölnünk, hogy hol szeretnénk elhasítani. Ehhez fogjuk használni a első körben a szöget. Nagyjából ki szeretném egyenesíteni itt az első részét, na, Tibi mondja magáét. Tehát nagyjából ezt szeretnénk itt lehasítani az oldalán. Ez a oldal hasíték, ez például jó lesz egy ilyen kis kemping asztal lapnak, tehát arra kifejezetten megfelelő lesz. Miután kifeszítettük a zsinórt, közben azért az van, hogy ráütöttem a zsinórra a szöget, mindegy, nagyjából így, utána szépen ezzel a krétával, amit ha megtalálok, hova gurult, megrajzoljuk, végigrajzoljuk a zsinór mentén. Az se baj, hogyha a zsinóron húzzuk végig. A lényeg az, hogy viszonylag távol is, vonalvezetéstől távol is lehessen látni, mert ugye a forgácsunk az itt meg fog ülni a farönk tetején. Most, hogy ezzel meg vagyunk, eltávolítjuk a kötelet, és szépen a fűrésszel végig
Végig hasítjuk. Függőlegesen tartva. Szépen végig hasítjuk a tetejét. Ha elvesztettük esetleg a vonalvezetést, akkor söpörjük le itt a... Nagyon fontos, hogy az elején már jól kezdjük el. Hallani, hogy a fűrész az nem erőlködik különösebben, ez pont azért van, mert nem így egyből 90 fokban merőlegesen vágjuk, hanem csak éppen a élével piszkáljuk. Nos, amint láthattátok, egyáltalán nem olyan lehetetlen feladat röngből ilyen szép deszkákat vágni. Úgyhogy, ha nektek is van otthon olyan fátok, amiből szívesen csinálnátok kerti bútort, asztalt, virágtartót, bármi, amihez jól mutat ez a gyönyörű, szép mintázatú fa, ne égessétek el, használjátok föl, hasznosítsátok ti is. Na, én még fogok még játszani, mert még ebből is legalább lesz két deszka, illetve láthattátok a videó elején, hogy van még azért egy pár fa, amit még meg kell gyapálnom. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek egy lájkkal támogassátok, ha pedig nem vagy még feliratkozva, nézz körbe a csatornámon, bizonyára fogsz találni kedvedre valót. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek erőt, reménységet, sziasztok!